Korábban már járt itt nálunk, a reggeli startban is találkozhattak Kun Ádám BMX világbajnokkal, a magyar látványkerekest ellenfelei is jól ismerik, legyőzni azonban mégsem tudják, hisz nyáron újabb VB címet szerzett, de közben azt sem lehet megunni, ahogyan elválaszthatatlan két kerekűjével táncol, hiszen koreográfiáit folyamatosan csiszolja, fejleszti, vessünk rá most néhány pillantást. Kun Ádám vagyok, profi BMX Flatland versenyző. A BMX Flatland végül is az azt jelenti, hogy a BMX biciklimmel trükköket hajtok végre sík talajon. Sokan úgy szokták ezt mondani, hogy végül is ilyen break tánc a biciklivel. Igazán a legjobb dolog ebben a sportban, hogy mindig tudja az ember motiválni magát, hiszen a fő elem ebben a sportban a kreativitás, mármint számomra, és végül is a kreativitás az határtalan, tehát új trükköket mindig lehet szerintem kitalálni, és azért ezt előre hajt egy profi BMX-est. Szeretem azokat a trükköket, amik a sajátjaim, és azt megcsinálni versenyen. Én mindig is előtérbe azt helyeztem, amit tőlem jött, nem azt, amit láttam, és egy jó trükk, és azt megtanulom. Kitalálni egy trükköt, az maga már egy nagyon szép és egy nagyon jó folyamat, és a megvalósítás öröme, amikor tudatosul benned, hogy ezt erre képes vagy, és meg is csinálod, hát azt nem lehet leírni. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy 2002-ben amatőrben világbajnokságot megnyertem, majd 2010-ben és idén 2013-ban sikerült profiba is győznöm. Én nem mondanám magamat a legszorgalmasabb BMX-esnek. Igazán én annak köszönhetem, hogy megnyertem idén is a világbajnokságot, hogy első, illetve hátsó kereken is bicikliztem, és minden trükksoromban tettem olyan trükköt, amit tőlem jött, én csináltam először, és valószínűleg ennek köszönhetem, hogy megint megnyertem idén.